elképesztő, de nem egyedi történettel kezdjük sajnos a mai mokkát. Húsevő baktériumot kapott el a kórházban a mellette fekvő betegtől egy mosonmagyaróvári nő. A fertőzést már nem tudták megállítani, az idős asszonynak le kellett vágni a lábát. Vendégünk Anna néni Fiakkoszon és Tibor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért került eredetileg kórházba Anna néni? Érszükülete volt a lábában, és már évek óta le akarták vágni a lábát. És egy ismerős ajánlott Budapesten egy főorvost, aki nagy valószínűséggel meg tudja menteni a lábát. Így került édesanyám a budapesti kórházba. Gyakorlatilag önök megörültek, hogy van megoldás. Így van, igazából úgy mentünk a kórházba, hogy le fogják venni a lábát. Megvizsgálta az orvos, és azt mondta, hogy meg tudja menteni. Ami igazából valós is volt, mert megmentette, csak a körülmények nem segítettek. És tulajdonképpen akkor itt kezdődött Anna néni, az ön édesanyjának a káváriája. Mi történt? Az első műtét sikeres volt. 5 nap után hazaengedték. Akkor néhány napig nem volt semmi baj. Utána belázasodott, hány ingeren lett, nem tudott tenni. Visszavittük, akkor megvizsgálták, egy pár napot bentartották. A budapesti kórházban vették vissza. Pár napig bentartották, megint hazaküldték. És kötözés vagy varatszedésre kellett visszavinni, de már akkor láttuk, hogy valami nem jó, mert elkezdett folyni a lábából a sebből a váladék. Visszavittük és varatszedésre, és akkor azt mondták, hogy nagy a baj. Egy nagyobb műtéten esett át, mint az első műtét volt. Ekkor megint eldugult neki az ér a műtét után néhány nappal. Elkezdett elhalni a lába, és mondták, hogy le kell amputálni neki. Szerdai napra ígérték a műtétet, pénteken édesanyám már könyörgött, hogy vágják le a lábát, olyan fájdalmai vannak. Péntek éjszaka már vért pumpáltak bele, hogy meg tudják operálni. Igazából nem, én tudom, hogy sok a műtét, de 3 napig várni egy műtétre. És akkor, amikor legelőször visszavitték, aztán hazamentek, akkor senki nem mondott semmit, hogy mi a baja? Vagy nem, nem. Honnan tudták meg, hogy húsevő baktérium támadta meg? A negyedik műtét után a szubintenzíven egyedül volt édesanyám. Akkor sem tudtuk, hogy megtámadta akkor. Be kellett öltöznünk, de igazából mi azt hittük, azért kell beöltöznünk, hogy anyukámnak ne adjunk át bármilyen betegséget, fertőzést. A doktornő mondta, hogy nagy a baj, a negyedik műtétnél azt mondta, hogy 10-ből 9-en bele szoktak halni, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, akkor sem mondta meg, hogy mi a baj. Miután sikeresen megmentették az életét, akkor még egy hetet fent volt az intenzíven, onnan lekerült egy közös szobába ahhoz a hölgyhöz, aki tőle elkapta már előtte a fertőzést. Ugyan a mellé, a hölgy mellé fektették be, akitől elkapta a húsevőt? Hát akkor már teljesen mindegy. Igen. Akkor már teljesen mindegy volt, hogy mellé rakják, vagy nem. Akkor már mind a ketten fertőzöttek voltak. Igazából az a legnagyobb problémám, én elhiszem, hogy a kórház nem tudta. Nem is firtatom. Viszont amikor az édesanyám fent volt a szubintenzíven, és ők már tudták, hogy fertőzött, egy 40-50 év körüli férfit raktak a anyukám mellé egy 24 órára, frissen műtött beteget, őt sem szabadott volna oda rakni, mert ő is elkaphatta. Én nem tudom, hogy ki volt, nem tudok utána járni, hogy elkapta, de ezzel a gondolkodással arra gondolok, hogy amikor a anyukámat oda rakták egy fertőző beteg mellé, akkor is tudták, csak nem érdekelt őket. Laikusan így gondolom. Ráadásul ugye nem beszélve arról, hogy önök a gyerekekkel úgy látogatták az édesanyját, hogy nem tudták arról, hogy fertőző húsevő baktérium. Így van, igazából az a legnagyobb baj, hogy nem tájékoztattak. Édesapámnak volt egy szívműtétje, ő rá nagyon veszélyes. Akinek le van gyengülve az immunrendszere, a kislányomra is lesz veszélyes volt. Édesapám 2 héten keresztül bejárt hozzá. Egy kanála lettek, hogy próbálja biztatni, hogy eszik. Apu is elvett egy kanála, anyu is. Igazából be sem mehetett volna. Tudják látogatni most az édesanyját? A feleségem és én igen. Az édesapám 2 hónapja nem látta. Nem mehet be hozzá. Ráadásul, hogyha jól tudom, akkor még a hallás is rossz, tehát még telefonon sem tudnak beszélni. Telefonon tudtak beszélni egy-két hónapot, de az antibiotikum ráment a fülére, és teljesen elment a hallás, most már a telefonbeszélgetés sem maradt nekik. Mióta van az édesanyja benne a kórházban?
július 4-től körülbelül egy hónapot volt Budapesten, és azóta több mint 80 napja Mosomagyaróváron. Tehát körülbelül, tudom, lassan most már 3-4 hónapja van benne. Mit mondanak az orvosok? Küzdenek a baktériummal, nagyon nehéz kiírtani. A húsevő baktérium már visszahúzódott, de most másik két baktérium is még megjelent. Édesanyja hogyan viseli mindezt? Hát nagyon rosszul. Vannak hullámok, egyszer jobban van, egyszer rosszabbul. Igazából azt nehéz elviselni, amikor az ember mellett ül és a temetését szervezni. Ami igazából tényleg olyan állapotban volt, hogy már mi is azt hittük, hogy nincs tovább, de valahonnan mindig van egy kis ereje, és tovább küzd. Az a szörny ebben a történetben, hogy tulajdonképpen a lábát szerették volna megmenteni az édesanyjának, találtak megoldást, találtak orvost, aki segített abban, és sikeres volt az operáció, hogy megmenthessék a lábát. Erre abban a kórházban, ahol megmentik, a körülmények miatt kerül egy olyan helyzetbe, hogy le kellett végül vágni a lábát, sőt az életét küzdenek. Terveznek, nem tudom, bármilyen jogi lépést a kórház? Nagyon sokat gondolkodtam rajta. Nem nagyon akartam pereskedni, de édesanyám múlt héten kérte, hogy ami fájdalmat ő átélt, meg átél, hogy ezt nem szabad szó nélkül hagyni, hogy tegyek jogi lépéseket. Úgyhogy most ügyvédet fogunk keresni, és megtesszük a lépéseket. Kit vagy mit hibáztatnak leginkább? Körülményeket. 2016-ban egy kórházban az a minimum, hogy egy szekrény legyen a szobában. A betegeknek a tiszta ruhája az ágy alatt van. Nincs egy szekrény a szobában. Az a lepukkant környezet, ami ott van, az egyszerűen felháborító. Ha jól tudom, meg is lopták az édesanyját pont az operáció ideje alatt. Így van. Igazából nem az a 25 000 forint a baj, hanem édesanyám sírt, hogy nem elég, hogy levágták a lábamat, még ki is raboltak, amit igazából 3 hónap után is még a mai napig emleget. Ön kiírt a Facebook oldalára egy üzenetet, és azt mondta, hogy rengetegen jelentkeztek az ott, hogy mások is így jártak. Igen, ebből a kiírással sikerült megtalálni azt a hölgy, annak a hölgynek a lányát, aki édesanyám mellette elhunyt, akitől elkapta édesanyám a fertőzést. Én megköszöntem néhány nővérnek a budapesti kórházban a segítséget, hála Isten, ő hozzájuk is eljutott. Ők, az egyik nővér azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy mi tudjuk, hogy milyen fertőzéssel állunk szemben, hogy tájékoztattak. Igazából én őt nem hibáztatom, nem egy nővér feladata tájékoztatni. Vannak nagyon rendes emberek a budapesti kórházban is, akik nagyon segítőkészek voltak, viszont nagyon sok olyan ember van, aki nem tudom, belefáradt, vagy nem tudom, de nem ott lenne a helye. Tiszta szívemből kívánom, hogy minél hamarabb fejeződjön be a kávárjaik, az édesanyák pedig jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm szépen. És mindezt elmondta. Köszönöm.